Beke László vagyok. Köszönöm a meghívót a képzeletbeli kiállítás megnyitójával egybekötött fogadásra. Wovon handelt der Kulturhügel? Im Bann der Wende von 1989 hat András Vahorn die Möglichkeit erhalten, im ungarischen Fernsehen eine Reihe über bildende Kunst zu redigieren. Die Sendung hieß Kulturmensch. Selbstverständlich hieß der erste Teil Kulturwahorn. Als 1992 György Galántai damit beauftragt worden ist, eine weitere Sendung zu produzieren, war es ihm zuwider, die Sendung Kultur Galántai zu nennen, da er schon sein Ego längst hinter sich gelassen hat und sein Name dennoch immer mit einem gewissen Angstgefühl ausgesprochen worden ist. Deshalb ist ihm eine längst vergessene Traumschrift von Molnár Gergely in Erinnerung gekommen, der über eine fiktive Ausstellung von György Galántai in New York handelt. Er hatte eher schon länger das Gefühl, die Ideen von Gergely Molnár zu verwirklichen. Ein Traum mit dokumentarischem Wert ist so entstanden. So beginnt der Film von Galántai mit einer fiktiven Vernissage, wo alle noch lebenden Teilnehmer der Boglárá Happenings von Anfang der 70er Jahre eingeladen worden sind, um die Dokumentationen ihrer eigenen Vergangenheit anzuschauen. Die Zukunft kehrt so in die Gegenwart um. Ich hallottam, hogy egyszer volt egy minisztertanácsi ülés, ahol kimondták, hogy a nevemet nem lehet leírni, és nem szabad tőlem publikálni semmit. Nem csak tőled, hanem a hadügyminiszter is. Hát elég nevetséges volt. Egy lakásban játszottunk, és a hadügyminiszter lecsapott az asztalra, hogy hát ezt már nem. Hol, valószínűleg azt sem tudta, hogy ott mi történt. Bár a szomszéd asszony az panaszkodott, hogy egy detektív ül a lakásában, és a fülét a falra tapasztja, és megpróbálja meghallgatni, hogy mi történik a másik lakásban, az előadás volt. De az éppen egy néma előadás volt. Egy szép napon, nem tudom már, hanyadik letartóztatás alkalmával, egy héti fogság után azt mondta nekem a nyomozó tiszt, hogy hagyjam el az országot. Akkor megkérdeztem tőle, hogy ezt mint egy személyes, baráti közlést adja át nekem, egy hivatalos információ. Akkor azt mondta nekem, hogy ezt vegyem annak, aminek akarom, menjek a francba. Így mondta, menjen a francba, világ. Hát én nekem akkor egy nagy kiesett a szívemből, mert hát én el akartam, akkor már nem érkezik. Még annak az árán is, igen, hogy visszajön. Ahogy visszaemlékszem erre az időszakra, mi nem avantgárd művészetet akartunk csinálni, hanem adva volt egy helyzet, szükségszerűnek látszott két szakadékot, egy híddal átépíteni, az a két szakadék elválasztott bennünket egyrészt a nyugat-európai, illetőleg az egyetemes művészettörténettől és a világ művészetétől, a másik szakadék pedig elválasztott bennünket a saját hagyományunktól. Ezt a két hidat föl kellett építeni, ezzel törődtünk, és azzal, hogy ezt az építkezést falak és gátak akadályozzák, és hogy ezeket a falakat, gátakat át kell törni. A humán értelmiségnek minden társadalomban fantasztikus szerepe volt. Manapság ez a szerep csökkenőben van, hogy ne mondjam, eltűnik. Én és azt hiszem, hogy vagyunk egy páran, akik úgy hasonlóképpen gondolkodunk, egyre riadtabban és egyre bizalmatlanabbul szemléljük azt, hogy sokan úgy képzelik, hogy ezt a társadalmat majd a közgazdasági szakemberek fogják megreformálni. És azért nem, mert az emberrel van igazán mély, alapvető probléma. Morális probléma? Morális probléma. A humánummal. Nem a forint devalválódik, a humánum devalválódott. Azért vagyok zavarban, mert mi nem szoktuk meg az indulásunknál,
hogy televízió, sajtó, rádió legyen. Az első kiállításokat mindig becsukták, és mi csak vittük haza a képeket. Mint a 60-as évek mozgalmának, ezeknek is a lényege végül is a cselekedet. Először volt a pont, pontból lett a vonal, ami egyenes volt, és utána a vonal elgördült, és így lett a görbe vonal. Drága Gyuri, Kornis Mihály vagyok, és nem jövök el. Értek a színházhoz, és nem veszek részt olyasmiben, ahol én vagyok a nyúl, és a Molnár Gergely a vadász. Nem szeretem Molnár Gergelyt, a műveit szeretem, őt magát nem szeretem, nem veszek részt benne. A kérdéses balatonbohlári őrülettel kapcsolatban személyesen bármikor felvilágosítást adok minden személynek, neked is. Ciao, Kornis. Szent Jóbi Tamás vagyok. Lehet, hogy oda megyek este. Szerusztok. Halló, Bálint István vagyok, és itt vagyok a, ezt nem tudom mi ez, azt hiszem Martinelli téren, és nagyon szeretnék a Molnár Gergellyel találkozni, mert nagyon rég nem láttam, és hát remélem ott lesz valamikor ma 6 és 10 között. Úgyhogy azt hiszem most le kell tennem, mert valaki más akar beszélni. Visszahallásra. Csináltatok ott egész nap? Hát, tulajdonképpen egy kollektív munka folyt. Öntudattágítás, egymás biztatása, hiszen azzal együtt, hogy fönn voltunk a hegytetőn és csodálatos mediterrán környezetben, ezzel együtt undergroundba tudtuk magunkat, és mint a későbbi kutyás rendőrös attakok bizonyították joggal. És amellett folyt egy fajta olyan életélvezés, ami maga is megint csak ellenállás tudattal folyt. Ez is egy olyan dolog, amit nehéz ma visszaidézni. Egyszerre volt ugyanis a dolog antifogyasztói és antifegyelmezett és antiegyenruha, és ugyanakkor mégis próbált örömöket találni. Mennyire voltak aktívak a lányok? Hát csodálatos, zseniális, nagyszerű lányok voltak ott. Elveszett értelmiség és elveszett arisztokrata családok gyermekei. Gyönyörűnek voltak és iszonyú aktívak voltak, ilyen frázt kaptak. Együtt, hát a halászféle nagy családot, mint mindig is közismert, hogy ők tartották egybe, és egyszerűen gondoskodtak a művészetről, meg a gyerekekről, meg a férfiakról. A kápolna azért volt magától értetődő pozíció, mert kultusz volt, amit csináltunk. Tényleg kultuszban éltünk. És ez a kultusz pán kultusz volt. Abban az értelemben, hogy bárminek a kultusz, a pánvallás, pánmisztikus, pánművészet, ezt jelentette a minden egy. Csak legyen benne egy ilyen áthatottság, legyen benne egy hitelesség. Ez volt a fő téma. Az ápolt másságnak a tudatával gyülekeztek ott össze az emberek, ez volt a hívó szám, és a hitelesség. Valószínűleg nagyon erős kétérőm volt a hitelesség, amit nem fogok tudni megfogalmazni szavakba. Ez volt a lényeg, hogy nem lehet megfogalmazni szavakba.